És még inkább érdekes az, hogy egy stílus hogyan válik művészeti állásfoglalássá a kortárs magyar képzőművészet teljes palettáján. Engedjék meg, hogy néhány mondatban beszéljek arról a folyamatról, ami a magyar művészeti szénában művészeket és teoretikusokat is beleértve lezajlott az elmúlt évtizedekben. Mindjárt jól ismerjük ezeket a változásokat, amik a rendszerváltás után végbe mentek a művészeti életben. Az állam a 90-es években tulajdonképpen kilépett korábbi a kortárs képzőművészetet finanszírozó szerepéből. Megszűnt a képcsarnok, megszűntek az állami vásárlások. A rendszerváltás pillanatában tulajdonképpen egyetlen kifejezetten kortársra foglalkozó gyűjtemény és múzeum létezett, a Ludwig Múzeum Budapesten. Aminek további gyűjtői irányát nyilvánvalóan a Ludwig házaspártól kapott, már meglévő anyag szabta meg a későbbiekben. A pop-art és a konceptuális vonulatok. Hiába gyűjtött volna a Magyar Nemzeti Galéria dokumentáló céllal, szélesebben merítve a magyar kortárs képzőművészetből gyűjtési keretei, lehetőségei a minimálisra csökkentek. Még nem létezett a kortárs iránti érdeklődés a műkereskedelmi galériák részéről sem. Még nem alakultak kivállalati gyűjtemények, az ezredfordulóig a magánygyűjtőket is elsősorban a klasszikus modernek érdekelték. A műcsarnokban a 80-as évek közepétől megszűntek a nagy kollektív kiállítások, és a múzeum és Kunsthalle, mint a hivatalos kánont, azaz a kvalitásos művészetet deklaráló intézmény az úgynevezett progresszív művészet felé fordult. A rendszerváltás után a művészet történeti érdeklődés és írás is a felszabaduló forrásoknak köszönhetően rehabilitáló szándékoktól vezérelve és motiválva a kulturális felzárkóztatás igényétől a nyugati vigazodású neoavangárd konceptuális vonulatok és művészet feldolgozását tűzteti célul. Természetesen joggal, hiszen számos alkotóról korábban nem készülhetett feldolgozás. Azonban az ábrázolói hagyományokat átmenekítő kortárs magyar képzőművészetet, de pusztán a hagyományos műfaji keretek között mozgó, a festészet, a szobrászat, mint műfaj értékeit képviselő művészet kvalitásától függetlenül háttérbe szorult. Nem beszélve magáról a realizmusról, aminek terminusát korábban az állam és a politika teljesen kisajátította, a saját jelentéstartalmaitól függetlenül sokáig egyfajta lemoshatatlan bélyeget nyomva rá. Az installatív művészet korában Mara Barna és Szőke Sándor kockán ülő apjai, Sácz Katalin portréja a szobrászat nyelvén képviselik a mintázni tudás és a realizmus értékeinek elévülhetetlen érdemeit. És vice versa, talán az egyik legfestőibb alkotás a tárlaton, a legvalósághűbb technikával készített képpáros Kenesei Zsolt fotói. Méri Ágnes Viktória textil munkája kutyaszörből nemezelt volt töltéje, de különösen a még itt nem látható, éppen készülő figurális lemez aktja teljesen új tartalmakkal tölti meg a textilművészetet. És végül, de nem utolsó sorban Szakár Ágnes képeiről beszélnék. Csendélete a Ricorines kávéval, a kávéfehérítővel és a pötyivel, érzékenységével, virtuózitásával és elsősorban hitelességével szinte fricska a fiatal nemzedék fotóhasználaton alapuló, gyakran szórópisztolyjal készített fotorealisztikus munkái felé. Szakár Ágnes más alkotásai gyakran szólnak két különböző, egymásnak ellentmondó, de valamilyen szempontból a rómos tárgy motívum párvalósításával. Anélkül, hogy állást foglalna, anélkül, hogy szembeállítaná a két motívum által képviselt szemléletmódot vagy világértékeit, egyszerűen csak elénk állítja a kétféle valóságot. Most itt a gyulai művészeti szemléletnek megfelelően egy gyulai város részlet kétféle régi és újabb nézete állapota látható a munkáján. A régi valóság, a régiek realizmusa elhalványodó festményként áll az új színes, izgalmas és egészséget sugárzó vitaminépület mellett. A kép azonban a Földön van, ami talán Ágnes legszemélyesebb nézőpontját is tükrözi, és hogy a festmény van-e neki támasztva az épületnek, vagy netán épp az tartja az épületet, az további nagyon izgalmas kérdéseket vet.